Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy tempel jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Daliana számára. Kedves Daliana, üdvözöllek téged, ez a te videód. Mit jelent ez a tempel jóslás? Mindenkinek vannak álmai, vágyai, reményei. Ehhez kell a hitünk. A jó Isten ez erősíti a mi hitünket. De keressük ezt az utat, mindenki más úton jár. Van, aki a templomban találja meg ezt a segítséget, mások ebben a tempelben, vagy vannak ilyen szent helyek is. Mindenkinek magának kell tudnia azt, hogy milyen úton jár, és hogy keresi a jó Isten közelségét. És nekünk ezt el kell fogadni. Az a fontos, hogy becsületesek legyünk, hogy szeretetben éljünk, és legyen hitünk. Hogy milyen az irány, azt mindenkinek magának kell tudnia. De nem csak kívül van ez a szent hely, hanem a mi belsőnkben is. És ha mi meditálunk, akkor kialakíthatjuk ezt a belső templomot, vagy belső templet. A fantáziánk szerint. Az a fontos, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat, és el tudjuk képzelni képek formájában a jövőt. Fontosak ezek az elképzelések, mert ezzel befolyásoljuk a jövőnket, de kell, hogy ezek reális dolgok legyenek. Kedves Daliana, most megtekintjük a horoszkópodat, hogy mi segít ebben a hitben, mit tudsz megvalósítani. Itt ezen a képen, bal oldalon, ott középen látható a halak jegye. Ez a te aszcendentusod. Ez azt jelenti, abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a halak jegye kelt fel a keleti határon. Ez befolyásolja a te külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet. És ezzel indul az első életház. A horoszkópban van összesen 12 életház. És mivel ennél a tempel jóslásnál a hitünkről van szó, a reményeinkről, most megtekintjük a 9-es életházat, mert itt található a hit. Ez a 9-es életház ott felül, jobb oldalon található a Szkorpión jegye. A 9-es életház utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de egy belső útra is, itt található a hit és a spirituális dolgok. A te horoszkópodban, itt a Szkorpión jegyében van Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Itt nálad a 9-es életházban jelentheti azt, hogy a sors utad külföldre vezet. De ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület. Van két kármikus csomó. A lefele mozgó holt csomó kétú az utal a múltra, és a felfele mozgó holdcsomó, az keres egy új lehetőséget, vagy egy kiutat, és ezt Ráhúnak nevezzük. Mindkét holdcsomó mozog.
A lefele mozgó hold csomó kétú, ami a múltat jelenti, múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt van a Skorpión jegyében, és itt lesznek nálad kármikus témák, emlékek, előfordulhat az is, hogy egy bizonyos helyen vagy, és úgy érzed, hogy itt már éltél korábban. A horoszkópban a 11-es életház a remények háza. Itt van nálad a bak jegye. Itt ebben az életházban nincs bolygó, itt a bak jegyében, viszont lesz itt változás. A bolygók mozognak, és ebben az évben, egész évben Szaturnusz bolygó hatása alatt állsz, és Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója, kihat a vágyaidra, a reményeidre, de a baráti körre is, mert ez is a 11-es életházhoz tartozik. Itt lesz egész évben Plutó bolygó, az mutatja a te belső erődet, de azt is, hogy figyelj oda erre az élet területre, mert ezen fogsz idén uralkodni. Lesz itt Jupiter hatás is, így kibővül a baráti kör, és Jupiter hozhat számodra szerencsét is, hogy a terveid, a vágyaid megvalósuljanak. Januárban, februárban, márciusban és áprilisban van ez a Jupiter hatás, és visszatér majd október és november hónapban. Jupiter bolygó és Vénusz bolygó hoz szerencsét, a te horoszkópodban mindkettő a hetes életházban van, ami a párkapcsolatra utal. A szűz jegyében így rendeződnek a dolgok. Igen, erre utal a szűz jegye. És most megtekintjük a tempel jóslást. Ez a kép itt középen utal a te jelenlegi helyzetedre, vagy arra, hogy most ez áll a középpontban. Itt láthatjuk a botokat. A botok jelentik a tűz elemét. Az a bátorságod, az erőd, a lelkesedés, de ez lehet dő is. Ha te dühös vagy valakire vagy valamire, mivel itt a 9-es szám látható, és ez korlátozásokat jelent, az előfordulhat, hogy nem tudsz nemet mondani, nem véded meg magad, nem akarsz senkit megbántani, és emiatt dühös vagy magadra. Ez a kép ott fent bal oldalon azt jelenti, hogy mi változik nálad a közeljövőben, mi az, ami megvalósítható. Ezen a képen láthatunk egy királynőt, én úgy mondanám egy császárnőt, mert itt a kínai kártyákról van szó, és ez a császárnő mutatja a tűz elemét, egy kiutat számodra. Kell ez a királynői, császárnői fellépés, és ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged. Legyen meg ez a belső erőd, ez az öntudatod, hogy megvédjed magadat. Ez lehet számodra egy kiút a jelenlegi helyzetedből, és megkapod a megbecsülést.
mások felnéznek akkor rád. Ez a kép ott fent középen arra utal, hogy mi erősíti a hitedet, vagy ki erősíti a hitedet. Itt látható ez a kínai császár, így mondanám, mert a kártyák erre utalnak, és ez a császár uralkodik az arany érmék felett. Ez utal az anyagiakra, vagyoni dolgokra, a munkahelyre, de a belső értékekre is. És légy ezzel tudatában, mert ez erősíti a hitedet. Te megérdemled azt, hogy jó anyagi körülmények között élj, hogy éljed a hivatásodat, hogy megkapd a megbecsülést, és egy stabil párkapcsolatban élj. És most megtekintjük a következő kártyát. Ott fent jobb oldalon ez a kép arra utal, mi az angyali üzenet vagy isteni üzenet számodra. Ezen a képen látunk egy férfit, aki átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Az jelenti azt, hogy fogsz segítséget kapni az anyagiak terén, a munkahelyeden. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és azt is közli veled, hogy legyen ez a tartásod, vedd kezed be ezt az arany érmét, és figyelj oda rá. Ezek az anyagiak, a munkahelyed, de én inkább a belső értékekre gondolok, hogy légy azzal tudatában, mennyire értékes vagy, mennyire tehetséges vagy. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép bal oldalon középen azt jelenti, hogy melyik elképzelés valósulhat meg ez évben. A 8-as számban húzó vonalra utal, a kép mutatja a támadásokat, a kihívásokat is. Védd meg magadat. De ennek a kártyának van még egy más jelentése is. Itt a botok mutatják a tűz elemét. Ezek a lelkesedések. 8 bot, 8 irány, különböző lehetőségek a számodra, de ilyen esetben döntéseket kell hozni. Ha nem tudod, hogy hol a helyed, akkor megvan ez a belső bizonytalanság, és nem tudod, hogy milyen irányba tereld a dolgokat. Itt tanulod azt, hogy egy valamire koncentrálj. Az, ami számodra jelenleg fontos, és ha ezt a célt elérted, akkor jöhet a következő. És így mennek előre a dolgok. És most megtekintjük a következő kártyát. Ha például imádkozol, és van egy kívánságod, akkor mi fog megvalósulni? Azt mutatja jobb oldalon középen ez a kártya. Itt a csillagokról van szó, ami szerencsét hoz, de utalhat egy spirituális területre is, ahol szintén szerencséd van. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi fog beteljesedni ez évben, ami elérhető számodra, azt mutatja az a kép bal oldalon alul. Itt egy kehelyről van szó, és az utal az érzelmekre. Ahogy te érzed magad, ez lehet a te intuíciód is, és éled a hivatásodat, de utal mind arra, ami befolyásolja az érzelmeidet. A családi kapcsolat, a barátságok, és kihat a szerelmi élet
területére. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt alul középen azt jelenti, hogy miben lesz sikered ez évben. Megint a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Ezen a képen látható 9 kehely, és az utal korlátozásokra. Itt érzelmekről van szó, előfordulhat az, hogy mások megbántanak téged, vagy vannak félelmeid, mert azok is korlátozásokhoz vezetnek, és át kell tenned magadat ezeken a félelmeken, bizonytalanságokon, és mivel ez a kártya a sikert jelenti, így ezen a területen sikered lesz. Átteszed magadat ezeken a félelmeken és bizonytalanságokon, azon kívül megvéded magadat, vagy megtanulod azt, hogy nemet mondj másoknak, ha te nem akarsz valamit. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi a feladatod ez évben? Ezt mutatja itt ez az utolsó kártya, a főpap. Ez a főpap jelent spirituális dolgokat. Ez a te élet területed, ahol kibontakozhatsz, ez lehet a te hivatásod is. Kedves Taliana, így tudtam ezt a tempel jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!